Veszélyesek lehetnek a hamis maszkok, COVID-tesztek és a koronavírus ellen védelmet ígérő csodaszerek. Egyre több gyógyíthatatlan beteg kapcsolódik be a hospice-ellátásba. A boldog békeidők hangulatát idézi meg a Nemzeti Galéria új kiállítása. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Veszélyesek lehetnek a hamisított maszkok, COVID-tesztek és a koronavírus ellen védelmet ígérő, az interneten árult csodaszerek. Ezért ezek megvásárlásától is óva intenek a szakemberek. Egy nemzetközi akció részeként több mint 3,5 millió nem megfelelő minőségű orvostechnikai eszköz, gyógyszer, fertőtlenítő folyadék és védőeszköz forgalomba kerülését akadályozta meg a NAV. Több mint 400 ezer hamis és rossz minőségű védőmaszkot, valamint 80 ezer egyéb egészségügyi védőeszközt, például gumikesztyűket és kézfertőtlenítőket foglaltak le a NAV munkatársai egy nyári rajtaütésen az M1-es autópályán. Ez pedig már egy másik hasonló akció, amelyben 17 millió forint értékű rossz minőségi maszkot vontak ki a forgalomból a pénzügyőrök. A koronavírus járványhoz a hamisítók is alkalmazkodtak, most főként a hasonló termékeket próbálják megeladni, de ezek veszélyesek lehetnek. Hamis maszkok vagy tesztek esetében a fő probléma az, hogy nem megfelelő a minőségük. Tehát ígérnek valamit, és nem tudják azt adni. Hamis biztonságot tudnak nyújtani. Egy maszk ugye még, hogyha teljesen jó minőségű is, csak akkor ér valamit, hogyha eltakarja a száját, eltakarja az orrot. Egy hamis maszk, ami esetleg mondjuk átmér rajta a levegő, tehát még ebben esetben is hamis biztonságérzetet kelt a viselőjében, hogy most biztonságban van, pedig nyilvánvalóan nincs, hiszen olyan torcs lenne az a maszk. A silány minőségű maszkok és tesztek mellett még nagyobb problémát jelenthetnek a koronavírussal kapcsolatban forgalmazott csodaszerek, mondja az Országos Élelmezés Egészségügyi és Gyógyszerészeti Intézet főigazgatója. Az ellenőrizetlen készítmények mérgezést is okozhatnak. A koronavírus járvány kapcsán számos olyan honlap jelent meg, amely gyógyulást ígér, akár a koronavírus ellen is, tehát olyan gyógyszereket ajánlanak, amelyek azt mondják, hogy nem kaphatók máshol, nem férjünk hozzá a patikai ellátásban, ezért jobb lenne ezt adott honlapon megrendelni. Erre azt kell mondanom, hogy nagyon fontos mindenkinek a felelőssége, a lakosság felelősségeben az esetben, hogy ha olyan honlapra tévednek, ahol ilyen állításokat látnak, például azt, hogy biztos, hogy meg fog valaki gyógyulni, hogy nem lesz mellékhatás, hogy akár legyen csodaszer, vagy akár valaki, még akkor is, hogyha ezt egy híres ember, híres orvos, professzornak a nevével együtt ajánlják, ilyenkor kezdjen el gyanakodni. A hamis termékek nem csak az egészségre lehetnek ártalmasak. Gazdasági hatása van a hamisításnak, nem kevés, nem kicsi. Károsítja az eredeti termékhez kötődő jogokat, és azokat, akik előállítják ezt, másrészt pedig egy komplett ország gazdaságát is. És ez egy nagyon komoly bevételektől tud elesni mondjuk az állami költségvetés. A járványra építő, hamis termékeket forgalmazó bűnözői csoportok felszámolására több nemzetközi akció is indult, amelybe a magyar hatóságok is bekapcsolódtak. A lefoglalt vagy visszatartott termékek legnagyobb része nem megfelelő minőségű, engedély nélküli orvostechnikai eszköz, gyógyszer, fertőtlenítő folyadék, védőeszköz volt. Ez a számok nyelvén 100 000-nél is több gyógyszert, közel 200 000 darab különböző eredetű fertőtlenítőszert és 3 millió darab különböző védőeszközt jelent. A stop akcióban csempészett cigarettát és kábítószert is lefoglaltak. Egyetlen nap alatt újabb 28 áldozatot követelt a koronavírus járvány Magyarországon, a fertőzést pedig 1025 embernél mutatták ki. Ez azt jelenti, hogy jelenleg 27133 aktív fertőzöttet tartanak nyilván, 33%-uk budapesti. Összesen 1519 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 160-an vannak lélegeztetőgépen. Jelentősen növeli a koronavírusos megbetegedés szövődményeinek kockázatát az elhanyagolt, nem rendszeresen karbantartott alapbetegség. Erre hívta fel a figyelmet az országos tiszti főorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján arról beszélt, fontos, hogy konzultáljanak házi orvosokkal azok, akik rendszeresen gyógyszert szednek.
Müller Cecília a vírus elleni védekezés szempontjából fontosnak nevezte a fokozott C és D vitamin bevitelt, a megfelelő táplálkozást és a rendszeres mozgást is. Mintegy 3 milliárd forint értékben kap új orvostechnikai eszközöket az Országos Onkológiai Intézet. Az Egészséges Budapest program részeként csaknem 2 milliárd forintból onkológiai terápiás eszközöket, 1 milliárdból pedig mellkassebészeti berendezéseket vásárolnak. A beszerzéshez szükséges szerződéseket már aláírták, a készülékek pedig novemberben érkeznek meg az intézetbe. Az Országos Onkológiai Intézetben egyre több új terápia elérhető, és nem csak a fizikai, de a lelki segítségnyújtás is nagyobb hangsúlyt kap. Egy éve például itt alakult meg az első hazai palliatív mobil tím, amely a gyógyíthatatlan betegek ellátását támogatja. A csoport rendhagyó akciót szervezett a Hospice Világnapon. Egymás után ültetik el a narcisz hagymákat. Ez a kora tavasszal nyíló virág a remény, és ezzel együtt a hospice ellátás jelképe. Éppen ezért az Országos Onkológiai Intézetben virágültetéssel hívták fel a figyelmet a végstádiumú daganatos betegek életminőségének javítására a hospice és palliatív ellátás virágnapján. Más nagy onkológiai ellátócentrumban nincsen még palliatív mobil tím. Az intézményben egy éve alakult meg a palliatív mobil tím, amely segít a betegek igényeinek felmérésében és a hospice ellátás megszervezésében. Tulajdonképpen a mi szerepünk az, hogy egy ilyen áthidaló megoldás legyünk az aktív ellátás, illetve a palliatív ellátás között, és akkor ezzel is segítsük, hogy minél több beteg, minél inkább időben kerüljön. Mert igazándiból nem az a gond, hogy nem kerülnek, hanem az, hogy nagyon későn kerülnek, akár az utolsó egy-két hétben, egy-két napban kerülnek ebbe az ellátásban, amire viszont nagyon szükségük van. Magyarországon évente mintegy 34 ezeren halnak meg daganatos betegség következtében. Sokan közülük hosszú ideig tartó kezelésre szorulnak. A betegeknek azonban nem csak fizikai, de lelki segítségre is szükségük lenne. Elsősorban ebben nyújt segítséget a hospice ellátás, amit a tapasztalatok szerint egyre többen vesznek igénybe. A hospice ellátás az ugye háromféleképpen tud folyni. Egyrészt a fekvőbeteg ellátásban, az körülbelül egy 400 ágy van most Magyarországon, ez folyamatosan emelkedik, az 500-ig lenne az optimális eljutnunk. Fekvő vagy otthonápolásban is vannak betegek, ott körülbelül egy olyan 10 000 beteg, az egy nagyon szép szám, az nagyon nő. Ezeknek a száma, tehát majdnem minden harmadik daganatos betegségben elhunyt beteg valamilyen szinten otthonápolásban részesül. Ez az átmeneti dolog, ez a palliatív mobil tím, ez egy nagyon új, még erről azért pontos adataink nincsenek. A hospice ellátás magyarországi elindításában az Országos Onkológiai Intézet munkatársainak is fontos szerepük volt. 1992-ben például az intézetben indították el az első ilyen jellegű képzést. Zökkenőmentesen zajlott a lomtalanítás a hegyvidéken, idén egy gyűjtőponton lehetett leadni a feleslegessé vált lomokat. Gyűlnek a lomok, ezúttal azonban nem az utcán, hanem egy teherautó platóján. A 12. kerületben idén rendhagyó módon zajlott a lomtalanítás, a járvány miatt ugyanis tavasszal elhalasztották, ősszel pedig már nem tudta beütemezni az FKF. Ezért az önkormányzat kérésére egy gyűjtőpontos megoldás mellett döntöttek. A kidobásra ítélt tárgyakat a Kunkolytege út 21-29-es szám előtti területen lehetett leadni, innen pedig az FKF elszállította azokat. Az elszállított lomok olyan 40 köbméter, ami fölkerült a Kunkolytegeire. Ugye az FKF-fel sikerült megegyezni, hogy soron kívül fogadtak minket, ezért nem kellett, igazán gördülékenyen ment a hulladékok átadása. A rászorulók számára a 12. kerületi önkormányzat munkatársai segítettek a lomok elszállításában. A tervek szerint jövőre már a hagyományos módon tarthatják meg a lomtalanítást. Az FKF-fel történt egyeztetés során kérte az önkormányzat, hogy jövőre lehetőség szerint, mivel idén elmaradt a hagyományos lomtalanítás, ezért kerüljön előre a kerület a kerületek felosztásánál, ezért azt az ígéretet kaptuk, hogy valamikor áprilisban, amikor már az idő lehetővé teszi, a húsvéti ünnepeket elkerülve, a elsők között lesz a kerület. A lomtalanítás kapcsán fontos szabály, hogy háztartási és veszélyes hulladékot tilos kihelyezni az utcára. Ezt csak is a speciális gyűjtőhelyeken lehet lerakni.
Nagyobb óvatosságot kér a rendőrség az autósoktól. Rengeteg eső esett az elmúlt órákban, és továbbra is számítani kell csapadékra. A vizes utakon az autók könnyebben megcsúsznak, a féktávolság jelentősen megnő. Csak az elmúlt hétvégén 9-en haltak meg a hazai utakon, 30 súlyos és 81 könnyű sérüléses baleset történt. A Trianon emléképhez kapcsolódva nyílt meg a Nemzeti Galéria új kiállítása, amely a boldog békeidők hangulatát idézi meg. A festményekből és metszetekből álló anyag ebben a formában még sohasem szerepelt kiállításon. Az előtérről, a növényzetről, akár a távlatról, az égről, a felhőről, bármiről van szó, rendkívül finoman, virtuóz ecsetkezeléssel vagy rajzolással készítette el a műveit. Ez a részletgazdag grafika Hári Gyula alkotása, aki a magyar művészek közül a legtöbb, több mint 400 illusztrációt készített az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című kötetekbe. A Nemzeti Galéria új Összetartozunk című kiállítása a kötetek különleges eredeti illusztrációit mutatja be, amelyeket eddig még sohasem láthatott a közönség. Összesen ezt a 21 kötetet, ami 1885 és 1902 között jelent meg, 4500 illusztráció díszíti, ebből 1600-at magyar művészek készítettek, csak nagyjáboli számokról van szó, és ebből az 1600-ból válogattam tulajdonképpen ehhez a kiállításhoz. A kiállítás 4 különböző részre osztható tájegységek szerint, így feltűnnek Budapest, az Alföld, Dél-Magyarország, illetve Erdély illusztrációi. Igyekeztem úgy, hogy minden egyes csoportban legyen tájkép is, városkép, népviselet, illetve népszokásokat bemutató illusztráció. Nagyjából ezek azok a műfajok, amelyek, illetve témakörök, amelyek szerepelnek az eredeti kötetekben. A kötetekben olvasható szöveg és a hozzájuk készített képek teljes összhangban vannak egymással, egyenrangú szereplőként alkotnak egységet. A grafikákat sokszínű, változatos technikákkal készítették a századforduló ismert művészei, akik rajzaikkal, festményeikkel sok esetben megelőzték a korukat. Hogy fekete-fehérben kellett gondolkodni a művészeknek, nem volt szükség nagy méretre, és ugyanakkor ezeken a határokon belül bármilyen technikával dolgozhattak, tehát találhatunk itt ceruzával, grafittal, tusson belül ecsettel vagy tollal készített rajzokat, van gvas, van akvarell, van fedőfehér, szén, mindenféle technika van. A Trianon előtti Magyarországot bemutató tárlat január közepéig látogatható a Nemzeti Galériában. Híradónkat honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n is visszanézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!